Közben már Dél-Európában is beindult a negyedik hullám, ami azt jelenti, hogy Olaszországban is megugrott a fertőzések száma, pedig egészen jól álltak egészen október végéig. Szigorítanak egyelőre főként a közlekedésben, például azt is megszabják, hogy hányan és hogyan ülhetnek be egy taxiba. Csak decembertől kezdődik viszont a 40 és 60 év közöttieknél a harmadik oltás, tehát jóval lemaradtak ebből a szempontból Magyarország mögött. Az olasz egészségügyi miniszter már belengedte, hogy karácsonykor jelentős korlátozások lehetnek. A hideg esős idő sem tántorítja el a turistákat Róma látványosságainak felfedezésétől. Az utazási korlátozások feloldása óta egyre több külföldi érkezik Olaszországba. A szakértők azonban arról számolnak be, hogy a turizmus még ingatag lábakon áll. Egyenlőtlen a helyzet. Ha nem lesz több lezárás, akkor a síparadicsomok jól fognak teljesíteni. Viszont a múzeumvárosokban felére esett a foglalások száma. Rómában a hotelek csak nem egyharmada továbbra is zárva van, mondja az Olasz Szállodaszövetség alelnöke. Olaszországban folyamatosan romlik a járványhelyzet. Az elmúlt hét napban 41%-kal több új fertőzöttet regisztráltak, mint az előző héten. Az esetszámok aggasztó növekedése miatt a kormány új intézkedéseket jelentett be. A gyors vonatokon csak védettségi igazolvánnyal lehet utazni. Ezt a nagyobb pályaudvarokon felszállás előtt ellenőrzik, vagy a szerelvényen jeggyel együtt kérik az igazolást. A taxikban és más személyszállításra használt járművekben egyszerre csak ketten utazhatnak. Ennél többen csak akkor szállhatnak be, ha egy háztartásban élnek. A taxi szolgáltatók közül sokan úgy vélik, az intézkedés a megélhetésüket is veszélyeztetheti. Elveszthetjük az állásunkat. Legfeljebb két embert szállíthatunk, de dokumentumot nem kérhetünk, a szavuknak kell hinnünk, mondta egy taxis. Az olasz egészségügyi minisztérium most úgy számol, hogy a járvány karácsony környékén fog tetőzni. Így elképzelhető, hogy az ünnepek előtt további szigorításokra lesz szükség. Egyes hírek szerint korlátoznák a bevásárló utcákban a gyalogosok számát, vagy ismét felső határa lenne annak, hogy egy családon belül hányan ülhetnek majd az ünnepi asztalhoz. A legkritikusabb helyzet most északon van. Az érintett régiók vezetése sürgeti a kormányt, hogy sorolják a tartományokat sárga zónába, amivel újra kötelezővé válna a szabadtéri maszkviselés, vagy Ausztria példáját követve vezessenek be korlátozásokat az oltatlanoknak. A római vezetés azonban egyelőre nem tervez hasonló szigorításokat. Arról várhatóan a következő napokban döntenek, hogy az úgynevezett zöld igazolványok érvényességét a jelenlegi 12-ről 9 vagy rögtön 6 hónapra csökkentik. Így viszont fel kellene gyorsítani az oltások beadását. Eddig ugyanis még csak körülbelül 2,5 millió olasz kérte a vakcina harmadik dózisát, miközben a lakosság ötöde még egyáltalán nem kapott oltást.